Csak azt mondtam, hogy olyan kötöm össze a Szex és New Yorkot és Orbán Viktort. Három nagy beavatkozási pontot jelöltünk meg. Az első a megfizethető lakhatás. Itt várjuk, hogy hát ha Budapest is mond már végre valamit, mert a legnagyobb éppen Budapesten van, de mintha nem ezzel lennének elfoglalva, de nekünk vannak termény, kész állunk a tárgyalásra. Megfizethető lakhatás. 14 éve mindenki tudja, főleg minden budapesti tudja, hogy lakhatási válság van Magyarországon és Budapesten. Most már Orbán Viktor is értesült róla. Úgy látszik, hogy készen állnak a tárgyalásra. Ha így lesz, akkor elmondjuk, hogy mi az, amit szerintünk Budapesten tenni kellene. Szex és New York, lakhatás és Budapest. A kettő úgy függ össze, hogy a Szex és New Yorkban Carrie Bradshaw beszél arról, hogy egy ideális városban hogyan viszonyul egymáshoz az átlagos albérletár és az átlagos jövedelem. Can we afford this? Ezt egyébként ki is lehet számolni, az Economist meg is tette, és ez alapján sajnos Budapest Európa legrosszabb helyzetben lévő nagyvárosa, mert itt a legrosszabb az aránya a fizetéseknek és az albérlet áraknak. Tele vagyunk javaslatokkal, hogy ezen változtatni tudjunk, és az első javaslatom Orbán Viktornak, hogy a kormányát vegye már rá arra, hogy elvégezze a munkáját. A Fővárosi Önkormányzat az elmúlt 30 év legnagyobb lakhatási csomagját készítette elő, ezt letárgyalta a kormánnyal, letárgyalta az Európai Unióval. Egy dolog kell ahhoz, hogy megvalósuljon, hogy a magyar kormány végre közé tegye azt a felhívást, ami alapján ezt Európai Uniós forrásból meg tudjuk valósítani. Ezért írtam levelet Orbán Viktornak, és ígérem, hogy ha valóban lesz tárgyalás a kormány és a főváros között, akkor van még rengeteg javaslatunk arra, hogy a kormány hogyan csinálja pont az ellenkezőjét annak, amit az elmúlt 14 év. I spent $40,000 on shoes and I have no place to live.